12 napirendi pontot tárgyalt kedden a Baranya megyei közgyűlés. A kiemelt témák közé tartozott a horvát-magyar kapcsolatok értékelése. Madaras Zoltán elmondta, már eddig is több kulturális és politikai rendezvényen vettek részt a két nemzet képviselői. November végén viszont már a vállalkozókat visszük magunkkal Horvátországba, majd Boszniába, ahol vállalkozói fórumokon fogjuk megismertetni őket más ország vállalkozóival, hogy együtt tudjanak gondolkodni, üzletelni, piacot szerezzenek, illetve lehetőséget, hogy további fejlesztéseket és terjeszkedésre adjunk lehetőséget számukra. A közgyűlés következő fontos napirendi pontja az új jegyző beiktatása volt. Partos János november 1-től látja el feladatkörét, azt mondja, szeretné folytatni elődje munkáját. A megyei önkormányzat kiemelt feladatai közé tartozik a területfejlesztés. Több mint 100 projektet visz az önkormányzat, ezeknek a koordinálása nem egyszerű feladat, illetve ami nagyon fontos még, hogy a hivatalnak ugye az adminisztratív része is rendben folyjon. Partos János hozzátette, a következő év több szempontból is fontos, hiszen európai parlamenti és önkormányzati választások is lesznek. A megyei jegyző a terület választási irodájának vezetője is, így ezekre az eseményekre szintén fel kell készülnie, hangsúlyozta.